Távolságra figyel, mi egy fütyülök, indulunk galocsaszt. Ugyanaz a tempó, semmivel se több. Szeretem őket, oké. Galó. Várj, elmaradt valaki? Ja nem? Jó. Gyerünk. Mira, fogd meg egy picit és ugrasz be. Vagy majd átcserél magától. Majd látod. Próba. Kicsit megfogod, beugrasztod. De nem megy most akkor a nagy éles kanyarba. Jó. Jó, fogd meg, anyus. Ja, Jancsika, csönd legyen. Gyerekek, még egy kör, fütyülök, megállunk. Sőt, a túloldalt álljatok meg, és trappoljatok eddig. Anyus, fogd meg őt, ugrasz be újra. Mira? Fogd meg! Beugrik be, lehet, hogy nem. Helyes lábra, úgy értettem. Jobb lett volna ott a kanyarba, ugye ott, hát, helyes, nagyon jó. Tessék, nézz oda. Két lányod jó lábra. Ó, igen, ott meg kevett, de nem baj. Hát jó, hogy sikerül, ja. Jó van, most mind a kettő helyesen, így van. Kis hülyék. Na. Jó, ha nem is kell szólnom, mert tudják. Gyalog vagy? Bent. Kocsival, na mindegy. Eljössz a lány hova állt, aki visszament gyalog? Visszament. Csak mondta, hogy kijön, hogy a lányokat félti, hogy nincs. Ja, jó, jó, jó is, jó is. Lép! Elfáradtál? De hallod, nagyon szépen ment az a sárga. De nézd, igen, de nézd meg, olyan megy, mint az óra. Hát friss, igen, a tegnap volt. Anya, kimentek ott, ahol tegnap a Jancsika tudja. Kimentek ott, ahol tegnap, körbe mentek ilyen terep, és átsétálunk a stargépen. Gurtit engedj, anyus, nagyon szép, reggyesz. Nem, akkor majd engedek a stargépnél. De képzeld el, ti mentetek helyes lábra, ügyessen a legvégén. Nem én mondom, az Ádám. Igen. Na. Kis majmok. 13 évesek különben. Nem örülök neki, de nem annak, hogy 13 évesek. Hát annak se. Amikor 4-5 évesek voltak, Ádám, akkor fogták apuci kezét, és kíváncsiskodtak. Most már a beszólások, a hisztizé... Jajjajjaj. És ne guruljatok egy kényelmes séta, és a stargépen átmegyünk, ott vagyunk. Na, aki tud, engedjen Gurtnit. Hát, ha nem bírsz, akkor. Jó?